amennyiket a 8. osztályosok búcsúzó ünnepségén, búcsú műsorán. Nagyon készültek, nagyon izgulnak. Én elárulom, hogy én már hallottam mindenkitől, hogy el tudtam mondani. Most azt mondják, hogy senki nem tud semmit. De én tudom, hogy nagyon ügyesek lesznek. Ha véletlen nem, akkor azért elnézést kérünk. És fogadják úgy, hogy tényleg tudták. Jó, köszönjük szépen, jó szórakozást kívánok a műsorhoz. Mert tudásra vágyunk, és megyünk tovább. Szeretnénk felfedezni a nagyvilágot, s megismerni még ezer csodát. Sorsunkat lassan saját kezünkbe vesszük, fogjuk a tarisznyánk, és elindulunk. Mivel az ösvények száz felé vihetnek, lehet, hogy lesz még közös utunk. Törekszünk arra, hogy miért érdemes élni, hisz útjaink egyszer csak véget érnek. Fedezzük fel, vagy teremtsünk újat, legyünk hasznára e nemzedéknek. Semmi jó, sorsod a hullámok közt vergődő hajó, s mert a célodtól oly messze jársz, egy nap úgy döntesz, végleg kiszállsz, sose búcsúzz el, minden új nap egy új remény. Újra eljön majd a hajnal, van ki vár, hogy visszatér, sose búcsúzz el, mert az éjszaka véget ér. Újra eljön majd a hajnal, van ki vár, hogy visszatér, mint a fű a hó alól, tavasz felé. Szabadon lélegezve tör a fény felé, te is úgy érzed, új élet vár. Ha az álmodhoz hű maradtál, sose búcsúzz el, minden új nap egy új remény. Újra eljön majd a hajnal, van ki vár, hogy visszatér, sose búcsúzz el, mert az éjszaka véget ér. Újra eljön.
hajnal. Van ki vár, hogy visszatér, sose búcsúz el. Minden új nap egy új remény. Van, hogy elveszítesz mindent, mégis élj a holnapért, sose búcsúz el. Mert az éjszaka véget ér. Újra eljön majd a hajnal, van ki vár, hogy visszatérj. Te is úgy érzed, új élet vár. Ha az álmodhoz hű maradtál, sose búcsúz el. Minden új nap egy új remény. Van, hogy elveszítesz mindent, mégis élj a holnapért, sose búcsúz el. Mert az éjszaka véget ér. Újra eljön majd a hajnal, van ki vár, hogy visszatér, sose búcsúz el. Kedves iskolánk, tanáraink, kedves drága szüleink, várva várt, mégis nehéz nap számunkra a mai. Néhány évvel ezelőtt még irigykedve néztünk idősebb diáktársainkra. Akkor még nem gondoltunk arra, hogy ez a nap lesz az utolsó. Nagyon vártuk, csak az utóbbi időben éreztük át igazán, hogy mennyire biztonságban voltunk itt. Ismertük tanáraink szokásait, iskolánk rendjét. Tudtuk, mit hol találhatunk, kiben bízhatunk. Otthon voltunk. Csak az utóbbi időben éreztük át igazán, hogy itt az idő, mennünk kell. 8 évvel ezelőtt, mint kis óvodásokból lett iskolások, nagy izgalommal léptük át az iskola kapuját. De a tanárok feltő szeretettel fogták meg kezünket, segítségükkel elsajátítottuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkait, és bevezettek minket a számolás rejtelmeibe is. Az egész szépnek látszó reggelen kezdődött, akkoriban 2014. szeptemberében. Eleinte kedvesen fogadtak bennünket, aztán megismertek. Ettől kezdve próbáltak védekezni ellenünk, de elég reménytelen volt a helyzet. Ildikó néni átadott minket idomításra Erika nének és Gabi nének, akik igazán erősen küzdöttek, mert mi nagyon ellenálltunk. De azért megtanítottak minket írni, olvasni és persze számolni is. De megtanítottak arra is, hogy csapatban mindent le tudunk győzni, kezdetben tesi órákon, később a tanárok tűrő képességein. Kamatoztattuk ezt a tudást. És nem sokára felsősök lettünk, megismerkedtünk új osztálytársakkal, új környezettel. Tudásunk derapodott. Kicsit féltünk, de várt már ki Ildikó néni. Eleinte optimistán állt hozzánk, de aztán lehullott a hályog a szeméről, és meglátta igazi valónkat, ami egyszer ilyen volt, egyszer olyan. Szerencsére nem adták fel. Elindultunk szerencsét próbálni. Néhányan, mint akinek kipusztult az órájának a mutatója, elkéstünk. Osztályfőnökünk unódása ellenére gyakran letértünk a helyes ösvényről. Kóborlásaink során többen megpróbálkoztak megtanítani minket külhoni nyelven beszélni, ami biztos, hogy jót nevettünk angolul is és németül is. Itt ismét szembe találkoztunk Ildikó nénivel, az órákon írtunk, beszéltünk és történelmi filmeket néztünk. Ezekből mi azt a következtetést vontuk le, hogy az ősember képes saját formájára találni a szerszámait. És azt is, hogy az Árpád házban nem sokáig volt üres, mert az Anzsuk hamar beköltöztek. Kati néni igazi alkimistához méltó módon belőlünk próbált érdeklődő embert csinálni. Ez ugyan nagy feladatnak bizonyult, de kísérleteit azért részben siker koronázta. Ha aranyat nem is, néhányunkból igazi fürkész varázsolt.
Piroska néni bevezetett minket az élő világ rejtelmeibe. Az egysejtőektől eljutottunk a homo sapiens szaporodásáig. Ez utóbbi nagyon érdekelt minket, bár gyakorlati oktatás helyett csupán az emberi szervezet és néhány óvatossági felhívás került terítékre. Aztán betévedtünk a számok birodalmába, ugyancsak nagy tévedésnek bizonyult, Cseri tanár úr csak úgy szórta ránk a tudást, de mi még a Pitagorasz tételből is gyakorta kifelejtettük a derékszöget. Tanár úr mindig igazságos volt, megengedte például három felelőnek, hogy a kapott hármason testvérjesen megosztozzanak. Józsi bácsi művészi hajlamainkat is fejleszteni igyekezett. A rajzóráknak is különös hangulata volt. Margit néni stílusunkat, ízlésünket, kifejező képességünket formálta, volt is tennivalója. Mindezt örökösített azért jártuk végig, hogy átlépjünk a homo sapiens osztályába. Örömmel tudatjuk most mindenkivel, hogy az erő velünk volt, és a 2014. szeptemberében megkezdett tanulmányunkat befejeztük. Reméljük, a birodalom nem vág vissza. Most itt állunk Balagó 8. osztályban. A digitális oktatás, a karanténok változásai, a feleltek és dolgozók szívedokok megpróbálkoztatásai, ez meg annyi vidám és szomorú emlék. Búcsúzunk tanárainktól, köszönjük, hogy 8 évig tanítottak, neveltek bennünket. Köszönjük a szeretetüket, tiszteletüket, önzetlenségüket. Köszönjük, hogy elnézőek voltak csíntevéseinkért. Fogadják hálánk, megbecsülésünk, szeretetünk jeléül e kedves néhány sor. Kiváltságosan szép, de nehéz, különösen felelős hivatás a pedagógusé. Ott áll az élet mindig tiszta forrásánál, s gyönyörködhet a gyerekek romlatlan szépségében. Bármilyen sok rosszat is lát a felnőttek világában, mindig új reményt ébreszthet benne az, hogy a gyerekek okosabb, felelősségteljesebb, igazabb felnőttek lesznek a szüleik nemzedékénél. Köszönjük a türelmet, a kitartást, a nevelési kísérleteket, a jó szót, a vidám órákat. Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok, és hiába kérnéd, mást nem adhatok. Jöhet egy másik, ki többet ígér, és szebben dalol majd, mint ő meg én. Ígért, hogy más lesz az életünk, ígért, hogy szebbet nem is képzelhetünk. A cél, a győzelem, az minden szentesít. Ha győzni akarsz, csak az ígéret segít. Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok. A csodák helyett csak egy mosolyt adhatok. Megjelent, hogy hívom, amit nem hiszek. Nem tudok járni, ha víz vele. Ígért, hogy más lesz az életünk. Ígért, hogy szemben képzelhetünk. A föld forog velünk, a nap körül tovább. Itt élünk kedvesen, ez itt a mennyország, csodálatos világ. Semmi se van, semmi se lát, csodálatos világ. Elárulja mindig önmagát. Hogy mi lesz a vége, nem tudhatom.
sötétben élek, a fényről álmodom. Honnan jöttem, hová megyek? Ha tudnám a választ, elmondanám neked. Nem tudom, hogy miért vagyok itt. Nem tudom. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ, én nem tudom más. A csodát nyelje, csak egy mosolygatható. Csodálatos világ, én nem tudom más ki. Semmit se hall, csak semmit se lát. Csodálatos világ, a csodát nyelje, csak egy mosolygatható. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, Drága szüleink, köszönjük, hogy felneveltetek, köszönjük, hogy tanítattatok, köszönjük a mindennapi törődést, ígérjünk, hogy igyekszünk helytállni a középiskolában is, és megtalálni helyünket a nagyvilágban. De most ugorjunk vissza a 2000-es évek közepére, hogyan is kezdődött? Drága anyu, hamarosan megszületek. Most el kell, hogy mondjak neked valamit, mert mikor már veled leszek, nem fogok emlékezni rá. Mikor megszületek, védtelen leszek, és kiszolgáltatott. Mindenem te leszel. A tested illata lesz számomra az egyetlen valóság. Teljesen, és mindenestül a tiéd leszek, és azt szeretném, hogy ez mindig így maradjon. Ahogy táplálsz, én növekedni fogok. És is tudom mondani, mennyire szeretlek. A nyakad cseré folyamban a tér karom, puha bőred a gólyak, hogy még jobban hozzá tartozzak. Azt akarom, hogy életem minden pillanatának része legyél, lásd, hogyan tanulok rajzolni, biciklizni, és minden nap lásd, hogyan alszom el. De anya, egyszer elkezdenek megváltozni a dolgok. Lesznek majd titkaim, és úgy fogod érezni, nem bízom benne. Elfogynak az ölelések, ritkulnak az odabújások, és úgy fogod érezni, és bántom fogok viselkedni vele. Más lesz majd véleményem a dolgokról, nem akarom vele tölteni az időmet, mert hív majd a saját világom, amiről azt fogom gondolni, hogy te nem tartozol vele. Nagyon nehéz lesz mindkettőnknek. Kérlek, anya, légy türelmes hozzám, és szeress akkor is engem, mert az lesz az idő, mikor még nagyobb szükségem lesz rád, mint valaha. Anya, ne vegyél nekem minden dolgot, amire te hiába vágysz, ne érezd bűntudatot, ha nem tudsz mindent megadni, ha csak azért kérek, hogy láthassam, hol a határ. Add nekem az idődet, kérdezd meg, mi történt az iskolában, beszélgess velem arról, hogy mit gondolok. Érdeklődj a felől, hogyan oldom meg a feladataimat, taníts engem a jóra, és mondd el, mi a rossz. Vitassuk meg terveinket, bátoríts választásaimban. Dicsérj, ha megérdemlem, terelj jó útra, ha tévedtem. Higgy nekem, bízz bennem, irányításoddal jó utat fogok választani. Szeress, és szeress akkor is, ha nem tetszik neked a viselkedésem. Szeress akkor is, ha rossz vagyok. Bocsáss meg nekem,
Add értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre. Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget. Javíts ki, mondd el, ha tévedek, de sose más előtt. Kérlek, soha ne hasonlíts másokhoz, különösen a testvéreimhez. Büntess meg, ha rosszat teszek, ismerd el, ha jót cselekszem, ne parancsolj nekem. Kérd tőlem, ez összetartozásunk érzését jelenti számomra. Bánj velem úgy, mint a legjobb barátoddal. Vigyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit. Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondjaim. Tiszteld bánatomat, fejdalmamat, mondd sokszor, hogy szeretsz engem. Megígérem, hogy megtanulok viselkedni, mondani fogom, hogy kérlek szépen, bocsáss meg, elnézést, és mindent, amit elképzeltél, amikor megtanítottál beszélni. Mint például azt is, hogy szeretlek. Szívének dobbanását ázott szemén. Boldogság, s fáradtság könnyei csillantak rám, ha megtarthatnám. Fénylő gyémán tokká változtatnám, varázsolnám. Ezeket a gondolatokat raktározzuk el mi magunk, s majd egyszer emlékezzünk rá, hogyha idejét érezzük. A kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A kék madár mindig velünk lesz, ha szeretjük egymást, és örömmel figyeljük az egymás életébe történő ajándékokat. De mindig el fog repülni, hogyha nem szeretjük egymást, bántjuk egymást, és irigykedve figyeljük a mások örömét. Mert a kék madár maga a boldogság, és a kalitkája az emberi szív. Szívem, tudtam, hogy én váltom meg majd a világot. Láttam a jövőmet, és semmi sem bántott. De miért csak én repüljek, hogyha más is szállhat? Miért ne adjak dalban szárnyat az egész világnak? Ez a dal most száll, és lehet, hogy téged megtalál, így megismerhetsz engem,
hogy mi az, amire szívem vár, én szállok-e dolgok. Magasan repülök most felé, neked adom egy dolgot, és vele együtt a szívem is tiéd. Csalódtam sokszor már, és sok mindent bánok, amiből én inkább a magasba vágyom. Hiába mondanád, nem hiszel bennem, én akkor is tudom majd, hogy mit kell tennem. Addig, amíg szól a dal az én szívemben, addig gondolatban szárnyalok a fellegekben. Mindig várok rád, még van elég erő a szívemben, soha nem adom fel. Ne is kérd, ezt nem teszem, mindig harcolok érted. Küzdeni fogok, míg így a szívem, nem adom fel, hiszen mindig küzdeni kell. Tisztelt pedagógusok, kedves diákok, tisztelt szülők! Búcsúzom szülőtársaim és magam nevében a Piroska Városi Iskolától, iskolánk pedagógusaitól, dolgozóitól. Keres olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó. Ezt a gondolatot egy filozófus hagyta ránk. Ez az a gondolat, mely röviden összefoglalja azokat a tulajdonságokat, melyek a tanár tanárra, a pedagógust pedagógussá teszik. Kedves tanáraink! Szeretném megköszönni a 8 év alatt végzett áldozatos munkájukat, segítségüknek köszönhetően számos sikert értek el gyermekeink. Nagy dologra, úgy gondolom talán a legnagyobbra vállalkoznak, mikor gyermekeinkkel megosztják tudásukat a mindennapokban és példaként állnak előttük. Szülőtársaim nevében mondhatom, köszönettel és hálával tartozunk ezért iskolánk valamennyi pedagógusának, kívánunk a következő évekre sok erőt, hitet, és hogy továbbra is ilyen energiával lássák el hivatásukat. Búcsúzó gyerekeink! Bizonyára bennetek is hasonló érzések kavarognak, mint bennünk szülőkben. A búcsúzás ellentétes érzéseivel vagyunk tele, szeretnétek már elhagyni ezen iskola falait, hisz vár rátok egy másik, egy új világ, de ez az új kissé rémisztő, így inkább maradnátok még itt, hol annyi mindent kaptatok, meg annyi élménnyel gazdagodtatok, és talán életre szóló barátságokat kötöttetek. Idézzünk fel néhány pillanatot. 2014, egy szép szeptemberi napon minden szülő, kicsit félve, lépte át az iskola kapuját gyermekeivel. Erika néni, Gabi néni szerető gondoskodásra fogadott minket. Első nap után élményekkel tele, bizakodva tértek haza, ígérték a sok titkot, mit e falak rejtenek, bizők mind megfejtik, megtanulnak mindent úgy, mint még soha senki. De a sok tudás mellett megtanították nekik, mi az illem az iskolában, azt hiszem volt vele munkájuk bőven. Úgy gondolom, mindannyian szívesen emlékezünk ezek mellett a közös programokra is. Sajnos ez a 4 év gyorsan elszállt, nehéz szívvel vettünk búcsút a tanárnéniktől, de már ott álltunk a felső tagozat kapujában. Itt Ildi néni fogadta gyerekeinket. Ugye az ember mindig jobbra számít, vártuk a jót, hát tévedtünk. Viccet félretéve ezekben az években is kijutott nekünk jóból és rosszból egyaránt. Megtapasztaltuk, milyen az online oktatás, és igen, büszkén mondhatom, megcsináltuk. Margit néni magyar óráit sem feledjük soha, semmi, sem tanárnő. Gazdagodtak gyerekeink sok tudással és sok élménnyel. Emlékezzünk csak, Ildi néni fáradhatatlanul szervezte a szalonnasütéssel egybekötött biciklitúrákat. Voltak ünnepek, vidámságok, amelyekre szívesen emlékszik tanár és diák egyaránt. Kedves szülőtársak! Gyerekeinket kicsit félbe engedtük el ezen az úton, és akkor még nem gondoltuk, hogy ez, a pillanat alatt, hogy ez egy pillanat alatt repül, és itt állunk a búcsúzás kapujában. Egy korszak lezárul nekünk, és útjára kell engednünk őket egy kicsit önállóbb élet felé. Ne feledjük, a ma különleges pillanatai lesznek a holnap emlékei, emlékezzünk a sok jóra, amit mi átéltünk, milyen jó volt, és még mindig milyen jó ennek a piroskás családnak a tagjának lenni. Köszönünk mindent!
Nem maradt más hátra, bár gondolom ezt a szülők is, én tolmácsolom, amit szeretnének mondani, hogy úgy látom, hogy készültek valamennyiünknek egy kis finomsággal. Szeretném megkérni önöket, hogy fáradjanak majd oda az asztalhoz, vagy nem tudom, hogy jól gondolom, hát, Zsuzsán, még nem teljesen. Akkor előtte még szeretném megköszönni azt a nagy meglepetést, amiben ma reggel részünk volt, amikor megérkeztünk az iskolába. Javaslom majd mindenkinek, hogy nézzen be a nevelőibe, mert nem tudom, hogy láttál mindenki, bár úgy hallottam, hogy fotók készültek róla. Nagyon szépen köszönjük az ajándékot, azt hiszem, hogy valamennyiünk nevében mondhatom. Nem győztünk csodálkozni benne, telepakoltuk, és már is a magunkénak érezzük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én ilyenkor nem szoktam nagy beszédeket tartani, mert azt megtartogatom szombatra. Szombatra viszont nagyon készülök. Annyit azért, hogy ha már ilyen szépen összegyűltünk, hogy ugye? Mondtam én, egy nagy tapsot azért megérdemel, ez a 8. osztály, és nagyon sajnálni fogjuk, hogy elmennek. Az biztos, hogy sokáig, nagyon-nagyon sokáig nem fogjuk őket elfelejteni. Olyan emlékezetes pillanatok fűződnek egyesével valamennyiükhöz, hogy szerintem a ballagás napjáig tudnám most mesélni, hogy kiről, mi jut az eszembe, és hogy te jó Isten, és ez, hogy erre azért nem számítottam, és mégis megtörtént, de ettől eltekintve én azt gondolom, kedves szülők, hogy büszkék lehetnek a gyerekeikre, tüneményes kis felnőttek lettek itt gyorsan a szemünk előtt. Tudnak viselkedni, ha akarnak. Tudnak csapatban dolgozni, és higgyék el, hogy a mai világban, ez sokszor magam például, sokkal fontosabb, mint hogy tudja, hogy mikor volt a francia forradalom. Sokkal fontosabb az, hogy ugye, hogy igaz, de ezt teljesen őszintén mondom, hogy a legfontosabb az az összetartozás, ami ezek között, a gyerekek között, szerintem első osztálytól kezdve megvan. Igazi csapatként együtt, amikor oda kell tenni magukat, akkor mindig oda tudták tenni magukat. Hát volt, amikor nem akarták, de az, arról már most nem beszélünk, azt fedje homály. Szerintem ez a mai nap is azt mutatta, hogy igazat szólok, és oda tudják tenni magukat, és én biztos vagyok benne, hogy valamennyien meg fogják állni a helyüket a középiskolában, és büszkék leszünk még akkor is rájuk, amikor ezekkel a hírekkel jönnek majd vissza, mert remélem, hogy vissza fognak ők is jönni, mint az előzőek, és dicsekedni fognak nekünk, hogy hiába volt hármas a német, akkor is most ötös vagyok belőle. Mindenkitől ezt szeretném majd hallani viszont. És akkor a mai napra nagyon jó szórakozást kívánok. Megígérték a fiatalok, hogy hatalmas buli lesz itt ma, úgyhogy reméljük a szülők is ráérnek, és sokáig itt maradnak velünk egy nagy bulira. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!